rejtély az állatkertben. Medve Borcsa álmosan kászálódott kikora reggel az ágyából. Igyekezett, mivel mána lekvárt akart főzni, ami egész napos elfoglaltság. Bár születése óta állatkertben élt, ahol minden reggel finom falatokkal kínálták, mégis a nagymamájától tanult Málna lekvár receptet minden tavasszal elkészítette. Medveborcsa lekvár főzési szokásán gondozója, Sándor bácsi nem is nagyon volt már meglepődve, hiszen nagymamáját, Júlcsát is ismerte, és tudta, hogy ennek a pillanatnak minden évben el kell jönnie. Ahogy a pingvinek is szeretnek halászlevet főzni, úgy szereti Medveborcsa is elkészíteni a Málnás csemegéjét. Borcsa papucsát felhúzva cammogott ki a kamrába, elővenni a receptet kedvenc dobozából, amiben féltve őrzött dolgait tartotta, de hiába kereste a dobozt, a megszokott helyén sehol sem találta. – Hová lett a kincses ládikám? – morfondírozott magában. Körbejárt a barlangját, benézett minden zugba, fiókba, de mint hiába. A doboznak receptestől híre hamva se volt. Borcsa ideges keresgélése közben olyan csatazajt csinált, hogy férje, medve bandi is felébredt. Mit keresel ilyen csörömpöléssel, Borcsa? zsörtölődött bandi. Eltűnt a kincses ládikám. Tudod, az a doboz, amit még a nagynéném készített nekünk az esküvünk napjára. Amiben Julcsa mama titkos málna lekvár receptje is volt. Na meg az első közös fotónk, és még sok-sok kedves emlék. Medve Bandi, látva felesége aggodalmát, szintén keresni kezdte a szökevény dobozkát. Tudta, milyen fontos borcsának a kincses ládikája. Ő is benézett minden zegbe és zugba, felemelte az összes fotelt, benézett a legkisebb résbe is, de hiába, a doboz csak nem lett meg. Mit volt hát mit tenni, be kellett vonni a keresésbe az állatkert többi lakóját is, hát ha valaki látott vagy hallott valamit, ami a doboz rejtélyes eltűnését magyarázza. Elsőként Róka karcsit értesítették, hiszen ő volt a legravaszabb minden állat közül, csavaros eszével, hát ha mi hamarabb felgöngyölíti az ügyet. Róka karcsi nem késlekedett, rögvest az eltűnt dobozka keresésére indult, mivel kedvelte a medve családot, és már rég nem volt ilyen izgalmas ügye. Medve borcsát kérdezte ki először, mikor és hol látta utoljára a dobozt. Borcsa erősen gondolkozott. Abban biztos volt, hogy két nappal ezelőtt még a helyén a polcon volt a ládika akkor ugyanis erre jártak Pellepeti Iker fiai, és elkérték a pincekulcsot, mert a labdájuk a focizás hevében legurult a pincébe, a kulcs pedig a ládika melletti tárolóban volt. Borcsa meggyőződéssel állította, hogy ládikája akkor is a helyén pihent, amikor tegnap reggel nyúl piroska gyorsan átszaladt kölcsönkérni egy kis mézet, mert megint beteg lett az egyik gyermeke a tíz közül a mézes bödön is a kamrapolcon volt, feltűnt volna neki, hogyha a doboz nincs a helyén. Tegnap reggel óta viszont nem ment a kamrába. Róka Karcsi medvebandit is megkérdezte, aki azonban vállát vonogatva mondta, hogy ő nem szokott a kamrába járni, és ha mégis, hát nem nagyon figyelte a dobozkát. Miután a medve barlangban végzett Róka Karcsi, átment Sas Danihoz, meg akarta tudni tőle, hogy látott-e valami gyanúsat a medvék barlangja körül tegnap. Köztudott ugyanis, hogy a sasok látása kitűnő. A legapróbb mozgást is észreveszik, és hát a sasfészek pont a medve barlang szomszédságában van. Sasdani elmondta, hogy látta a pelle fiúkat és a nyúlmamát, de mást ő sem tudott mondani. Róka Karcsi így tovább indult a denevérek barlangja felé, Hát, ha ők hallottak valamit az elmúlt napon. Denevér Laci, a csapat vezetője, kicsit korainak érezte Róka Karcsi érkezését az éjszakai portyázás után, de figyelmesen meghallgatta Karcsit, miközben fejjel lefelé lógott kedvenc kőpárkányán. Csapatával megvitatták a kérdést, de ők sem tudtak többet mondani az eddigieknél, Róka Karcsi már indult volna, amikor Denevér Bettinek eszébe jutott mégis valami. Szürkületkor, amikor indultunk az éjszakai portjára, kezdte Betti a mondandóját, hallottam, hogy valami erősen szuszog a medvék barlangjának oldalánál. Mivel késésben voltam, gyorsan a csapat után siettem, így többet sajnos nem tudok mondani. Karcsi megköszönte az új információt, és tovább sietett sűn samú vackához. Úgy okoskodott, hogy az az erős szuszogás, amit Denevérbeti hallott a szürkületben, valamelyik sün lehetett, hiszen ők kis testük ellenére hangos szuszogással közlekednek. A gyanús mindössze az volt, hogy sűn samúik vacka igen távol esett a medvék barlangjától, de azért csak megkérdezte őket is. Járt valamelyik kötök tegnap este medve borcsáig barlangjánál? Tért a tájra egyből karcsi. Mi ez a vallatás? Horkant fel Tán nem járkálhatunk szabadon, amikor nincsenek látogatók az állatkertben? Ja, aj, nem erről van szó, magyarázkodott a róka. Csak a nagy sietségben nem mondtam, hogy fontos ügy miatt kérdeztem. Eltűnt a borcsa kedvenc dobozkája, amiben a féltve őrzött emlékeit őrizte. És nagyon szomorú. Így már értem, az állatkert összes lakója tudja, milyen fontos borcsának az az ütött kopott láda. El sem tudom képzelni, ki merne hozzányúlni. De hogy ne tartsalak fel, mondom is, hogy mi nem jártunk az éjjel arra, az almafánál voltunk csemegézni a majmok kifutója mellett. Tudod, most érnek az első almák, és... Hmm. Bocsánat, vágott közbe Karcsi, akkor rohanok tovább, mi hamarabb fényt szeretnék deríteni erre a különös ügyre. Róka Karcsi tovább indult, mégpedig a majmokházához. Ellenőrizni akarta a sünök beszámolóját, ugyanis Samu legkisebb fia, Marci, olyan gyanúsan sonfordát körülöttük, hogy a szemet szúrt Karcsinak. Bár nem szerette a majom csapat vezetőjét, Pávián Jóskát, mert mindig hangoskodik, most félretette ellenérzéseit, és őket is megkérte, mondják el, mit láttak vagy hallottak az este. Nos, hogy is volt? kezdte körülményeskedve Pávián Jóska. Este öt óra körül, ahogy az állatkert bezárt, megjelentek sűn Samuék családostól. Még rájuk is szóltam, hogy ne szuszogjanak, röfögjenek olyan hangosan, mert Zavarnak a nyugodt esti szotyizásomban. Az a pimasz Marci meg még vissza is szólt, hogy pont én szólok a hangoskodásért. Itt voltak sötétedésig, aztán később a denevéreket láttam portyázni. És még hallottunk valami furcsa hangot, de aztán csak a szokásos esti zajokat. Milyen hang lehetett az a furcsa zaj? kérdezte érdeklődve Karcsi hagyjál gondolkodni, akkor mindjárt eszembe jut, méltatlankodott Pávián Jóska. Na, hogy is? Olyan hang volt ez, mintha valamit fűrészelnének, vagy dörzsölnének. Mint mikor elefánt fáni vakargatni kezdi a hátát a fának dörzsölve. De elég halkan hallatszott, csak a szokatlan idő miatt figyeltünk fel rá egyáltalán. Karcsi most már igen csak vakarta a fejét. Ez az ügy egyre kuszább és dobozkának se híre, se hamba. Merre is induljon tovább, hiszen a nyomok semmerre sem visznek. Gondolataiba merülve ballagott az állatkert főútján, és nem vette észre teknő sárát, aki az állatkert postása volt. No, nem azért, mert olyan gyors, hanem azért, mert minden küldeményt pontosan kézbesített. Karcsi Sárán átbukva elterült az úton. Morogva kászálódott fel, a port verdesve a ruhájáról. Hát te, Sára, mit settenkedsz itt az út közepén? A settenkedés inkább a temű fajod, de ha nagyon tudni akarod, akkor éppen bagoly Bertalanhoz igyekszem, mert levele jött a Tudós Bagjok Társaságától. Ez az, vidult felkarcsit bagoly professzornak talán akad egy tudományos elmélete, hová sétálhattak el a medvebarlangból az egyébként láb nélküli dobozkák. Karcsi sárát a poros úton hagyva nyargalt a bagolyvár felé. Bár kiütést kapott az öreg professzortól, mert annyit beszélt, de azt el kellett ismernie, hogy csavaros észjárása van. Mielőtt a bagolyvárhoz ért volna, figyelmetlensége újabb botlást eredményezett. Most az úton napozó sikló szilárdon galoppolt át, aki nem tetszése jelét adva, összetekeredve, hangos sziszegésbe kezdett. Ezek a fiatalok, csak rohannak esztelenül. Szenki sem foglalkozik egy ilyen békészen pihenésző sziklóval. Szegény öreg hátam, szörnyű szég. Szabad tudnom, hova szaladsz? Sietek, mert sürgős és fontos dologban segítkezek. Medve borcsa sehol sem találja a szelencéjét. Szemtelen széltaló maga karci, de szaladjon csak szélszebesen tova. Nagy lendületet véve karci tovább is futott, de a rohanás harmadszor is figyelmetlenséghez vezetett. Már azon gondolkodott, mit is fog kérdezni a bölcs bagolytól, amikor teljes lendülettel nekirohant a békésen legelésző Bölény Bálintnak. Így már nem csak a lába sajgott, hanem a feje is, Bölény Bálint viszont meg sem rezdült, tovább folytatta a puha, zöld pázsit rákcsálását, ezzel teljesen elállva az utat. Róka Karcsi kérlően szólította meg, mert tudta, ha Bálint megmakacsolja magát, még el is heveredik, és akkor nincs az az állatkerti lakó, aki ráveszi, hogy arrébáljon, pedig most nagyon sietős a dolga. Bálint, légy olyan jó, és állj egy-két lépéssel arrébb, hogy tovább tudjak haladni. Mi hamarabb fel kell keresnem bagoly professzort. Minek úgy kapkodni? Olyan finom friss itt a fű, válaszolta Bölény Bálint, meg egyébként is, most van az evés ideje. Karcsi eszének fogaskerekei gyors forgásba kezdtek. Tudta? Bölény Bálint nagyon büszke, búgó, bársonyos hangjára, ami gyakran be is mutatott a park látogatóinak. Csak arra gondoltam, szólalt meg ismét Karcsi enyhe mosolyjal az arcán, hogy ott, kicsit balra tőled, szép szurok fűnő, ami köztudottan jó a hangszalagoknak, és ugyebár vagy az állatkertünk trubadúrja. Hát, miért nem ezzel kezdett Karcsi? Enyhült meg Bölény Bálint, és már a rébis is lépett. Karcsi nem teket óriázott, szélsebesen tovább indult, miközben még jó legelést kívánt. Áldotta az eszét, hogy ilyen gyorsan sikerült Bálintot arrébb mozdítania néhány szökkenéssel már el is érte a bagolyvárat, ahol szokása szerint az odujában üldögélve találta meg Bagoly Bertalant. Tisztelt Bagoly professzor, kezdte a róka illedelmesen. A segítségét kérném egy rejtély megoldásában, amin hiába törtem eddig a fejem. Nem jutottam előrébb. Mondd, kedves barátom, mi a rejtélyről van szó? Tán csak nem a borcsa dobozkájának elt miatt kerestél fel? De bizony, hogyha miatt, képettel Karcsi, honnan tudta? Hát nem pont ezért neveznek engem bölcs bagolynak? Már egyébként is az egész állatkert erről beszél. Remélem, barátom, beszéltem már szarka palival. Hát már sok mindenkivel diskuráltam, de Palival nem. A rejtélyek megoldásának kulcsa legtöbbször a legkézen fekvőbb, ami általá van, az orrunk előtt van, bölcselkedett a bagoly. Köszönöm a segítséget, mondta Karcsi, és tovább bandukolt. Közben így morfondírozott magában. Tény, hogy kézen fekvő egy doboz eltűnésével szarkapalit gyanúsítani, hiszen különös vágyat érez bizonyos dolgok eltulajdonítására, de azok nem ütött-kopott dobozkák szoktak lenni, hanem mindenféle csillogó, fényes tárgyak, amiket ráadásul olyan feltűnő módon szokott magához venni, hogy borcsáig biztosan észrevették volna. Ráadásul, amint rászólnak Palira, ő rögtön elszégyeli magát, és pironkodva bocsánatot kér még azért is, amit nem követett el. Karcsi magában csak palimadárnak hívta ezt az egyébként jó szívű szarkát, aki a róka véleménye szerint sokszor inkább áldozat, mint elkövető. De hát, ha a bölcsbagoly ezt mondja, csak elmegy és megnézi, mi újság a szarka fészek táján. Szarka -pali fészke elég messze volt, így volt ideje róka karcsinak átgondolni mindazt, ami a tudomására jutott a mai nap során. Senhogy sem illett a képbe ez a pali madár. Ahogy elérte a szarka a fészket, látta, hogy pali valamit lomol a fészek feletti ágak között. Gondolta, meglesi, miben töri a fejét ez a pali madár. Ahogy a fa aláosont, lásd csodát, szarka pali éppen egy ütött kopott dobozt próbálta a lombok közé rejteni. Ez pont olyan, mint a borcsa doboza, gondolta elhűlve a róka. Megdörzsölte a szemét, hogy jól látja-e, de hiába, csak nem káprázott a szeme. – Pali! – Te jó madár! – kiáltott rá. – Hát te vitted el a borcsa féltve őrzött ládikáját? Szarka Pali összerezzelve fordult a hang irányába, és elvörösödve dadogta. – Én, én, én csak… – Mit én csak? – Tetten értelek! – a bagolynak igaza volt. Karcsi kiabálására az egész állatkert apraja nagyja összeszaladt, már mint aki csak bírt. Most ott álltak szarkapali fája alatt, és mindannyian zúgolódtak. Ott volt örvös barna, Pandamici és jegesmiki a medvék népes családjából, de Gazella Gizi, Szarvasbandi, Gnú Gergő és Antilop Ancsa is elsők között érkezett meg a szarkafészekhez. Kisvártatva Zebra Zebulon és Truc Emma is befutott. Egymás után érkeztek a különféle állatok, még Lajhár Lali, Csiga Gabi és Koala Kamilla is megjelent. Az állatseregletből hol innen, hol onnan hallatszott. Hely Pali! te jó madár, hát már megint mibe keveredtél? Voltak, akik karcsit éltették. Milyen furfangos ez a róka karcsi? Milyen hamar megoldotta a rejtét és megtalálta a bűnöst? Szegény szarka Pali csak pironkodva ült a fán, és egy szót sem tudott kinyögni. Érezte, hogy mindenki elítéli, pedig ő semmi rosszat nem tett. De hogyan tudná ezt elmondani? Begye elszorult, reménykedve kutatta az állatseregletben medve borcsa kedves arcát, de hiába. Pali, szólálj már meg! Még mentegetőzni sem próbálsz, igyekezett Karcsi túl a többieket, de hangját elnyelte a zúgolódás. Karcsi megkérte a mellett ácsorgó Görény Gerzsont, hogy segítsen neki lecsendesíteni a seregletet. Gerzonnak sem kellett kétszer mondani, óvatosan besonfordált a tömeg közepére, és egy orfacsaró bűzbombát eresztett útjára. A kellemetlen szag megtette a hatását, az állatok szétrebbentek, és orrukat befogva elhallgattak. Nos, Pali, Megmagyaráznád, hogy került hozzád a borcsa doboza? Én, én nem, csin, nem, csin, nem csináltam semmit, dadogta Pali. Ez, 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 doboz. De hát mindjárt látjuk, hogy ez a borcsaládikája, vágott közbe örvös barna haragosan. De, de, de... Ekkor egy határozott, dörgő hang szólalt meg. Hol van medve borcsa? Hát nem neki kellene megvizsgálni a korpusz delisztit? Az állatok királya, oroszlán Leo jelent meg, halva a percek óta tartó ribilliót. Igazad van, drágám, erősítette meg oroszlán kátya, ezért is kértem meg Gepárd Dezsőt, hogy szaladjon el a borcsáért, és septiben hozza ide. Már itt is vagyunk, lihegte Gepárd Dezső. Borcsa, gyere közelebb, és nézd meg a palidobozát! ez a ládika tűnt el tőled? szegezte a kérdést Leo a medvének. Nem. Nem. Ez nem az én drága dobozkám, jelentette ki Borcsa határozottan. Már rég tudom, hogy a szarka Palinak is van egy hasonló kincses doboza, amit ő is a júlcsomamától kapott a korában, mert segített a málna lekvárfőzésben. főzésben. És ha jobban megnézitek, a pali ládáján karcolások vannak itt ott, mivel ő ennek a nagy fának az odvában tartja, nem egy tágas kamra polcon. Döbbencsen támadt. Mindenki szégyenkezett magában, milyen elhamarkodottan a kezett pali felett, pedig ő csak a saját szelencéjét akarta visszatenni a helyére. Egyedül róka karcsi szíve könnyebbült meg. Ö... Elnézésedet kell kérnem, kezdte barátságos hangon a Róka. A szemem megtévesztett, de a szívem nem tévedett. Peches egy fiú vagy te, Pali. Azt gondolom, minden jelenlévő nevében kell bocsánatot kérnem, folytatta oroszlán Leo, és meghajtotta a fejét. A többi állat követte a példáját. Semmi baj, mondta Pali. Hozzászoktam már ezekhez a félreérthető helyzetekhez. De akkor hol van a bor Nos, ez a kérdés motoszkál az én fejemben is, szólalt meg Karcsi ismét. De most, mintha valami különös fény gyúlt volna a szemében. Én most ennek a végére járok, és már az úton galoppozott, vörös farkát lobogtatva. Mi történt? Mit vett észre Karcsi, míg az állatok seregletét szemlélte? Nem más tűnt fel neki, mint hogy a sűn marci épp a legnagyobb felfordulás közepén csendben eloldalgott. Ez nem is lett volna olyan különös, ha Marci nem éppen egy minden lében kanál pimas srác lett volna, aki imádja a felhajtást. De Karcsi észrevette, és azt is megfigyelte, merre indult a kis roscsont. Sándor bácsi gondozói műhelye felé. És Karcsinak minden világos lett. Útközben összetalálkozott Borz Ritával, aki szintén Sándor bácsi felé tartott, meg akarta kérni a barátságos gondozót, hogy segítsen neki a Borz üreget kitakarítani, mert a szomszédok már panaszkodtak az elviselhetetlen szagra. Karcsinak Rita pont kapóra jött, Megkérte Borzritát, hogy segítsen neki megtréfálni az öreg gondozót úgy, hogy terej el a figyelmét addig, amíg ő beoson a műhelybe, elrejtőzik, hogy amikor Sándor bácsi visszamegy a műhelybe, meglepje. Mivel a Borzis szeretett tréfálkozni, így nem kellett sokáig kérlelni. Sándor bácsi, merre van? Én vagyok Borzrita, ki tudna jönni? Kiabált be az ablakon, Rita. Itt vagyok, csíkos barátom, miben segíthetek? jelent meg a műhely ajtajában Sándor bácsi. Tessék, közelebb jönni, mert nem akarom, hogy esetleg valaki meghallja, miben lenne segítségre szükségem, kérlelte a borz a gondozót. Jövök, sugda fülönbe nyugodtan. És borz, Rita belekezdett mondókájába. Karcsinak sem kellett több. Már benn is volt a műhelyben. Gyorsan körbe pillantott, s már meg is látta, amit keresett. De nem az öreg ládika állt az Eszterga asztalon, hanem valami egészen új dobozka. Karcsi elmosolyodott. Jó sejtettem én. Sándor bácsi felújította a borcsa réges-régi dobozkáját, Biztos a kedves medve mama közelgő születésnapjára akarja odadni. Csak azzal nem számolt Sándor bácsi, hogy a borcsa lekvárt akar majd főzni, és feltűnik neki a doboz eltűnése. Tolvajt kerestünk, és egy jó szívű ezermestert találtunk, elmelkedett magában a róka. Sanyi bácsi egyszer csak megjelent az ajtóban. Hát te, Karcsi, mi áratban vagy itt a műhelyben? Úgy beosontál, észre se vettelek. Elnézést, hogy csak így besomfordáltam, de egész nap föl alá szaladgáltam a borcsaládikája után, ugyanis ma reggel észrevették a hiányát. Lekvát akart főzni, és ugyebár kellett volna a recept. Jaj, de feledékeny vagyok! Én meg csak meg akartam lepni a dobozka megújításával ezt a kedves medvét, hiszen holnap lesz tíz éves. De hogy jöttél rá, Karcsi? Összeállt a kép, amikor láttam a sünmarcit a műhely felé jönni. A szuszogás, amit a denevér betti hallott, Sanyi bácsié volt, hiszen már nem fiatal, és a páviának által hallott hang, meg a dobozka csiszolásának hangja volt. És a sünmarci, aki egy szemfüles fiú, alma falatozás közben meglátta Sándor bácsit, mivel a medvebarlangtól a műhelyhez vezető út pont elvezet az almafák mellett. Miután a szarka pali bajba keveredett, a kis sűn szólni akar Sándor hogy jöjjön és mentse ki a palit, mivel kedveli a szarkát. Valószínűleg itt rejtőzik Marcia műhely melletti bokrokban, csak mi megelőztük Mi Micsoda csavaros eszed van, Karcsi, szólalt meg csodálattal a sarokból a sűn. Csak abban tévedtél, hogy nem a bokrok alatt rejtőzöm, hanem utána csak egyet nem értek. Bagoly Bertalan miért terelte Palira a figyelmemet? Morfondírozott a róka. Erre meg én tudom a választ, mosolyodott el Sándor bácsi. A szarka volt ugyanis az én segítőm, amikor kicsempéztem a dobozt, ő őrködött. A bagoly arra utalt, hogy Pali nem tud hazudni és elárulja a megoldás kulcsát. Akkor minden világos állapította meg a róka. Akkor most mit tegyünk? vakarta a fejét a gondozó. Én már ezt is kitaláltam, mondta Karcsi. Visszamegyek Borcsához, és megmondom, hogy holnapig várjon, mert már megfejtettem a rejtét, de még nem jött el az idő a történtek feltárására. Szükséges hozzá a reggeli napsütés, hogy megvilágítson minden részletet. Sándor bácsi meg kora reggel előkészíti Marcival a születésnapi meglepetést. És így is történt. A róka megnyugtatta borcsát, nem vesztek el örökre a csecsebecséi. Marci segítségével az állatkert apraja nagyja segített előkészíteni a meglepetést. Nagy volt ám az öröm, amikor medveborcsa kiment a barlangja elé, és meglátta a színpompás dobozt, ahogy Sándor bácsi felújította meg is feledkezett az előző napi felfordulásról, és az állatok együtt megünnepelték a jeles alkalmat. Még a mána lekvár is elkészült. Megy a hajó, nézd a nyolat, lebencéjig

szorgoskodnám, szól a hangja, ha a tücsök békén hagyna, de rázendít folyton újra, táncolunk a rákendróra. Miért cikáznak a kis fecskék, hogy az eget kékre fessék, s ha mindenütt van,

a méreg sodra nem szomjazom a csókodra, inkább egy jó korsós erre készülök a válló perre.